Üdv újra, itt én Szabó Viktor vagyok, és a mai videóban készültem nektek 10 plusz 1 telefonos appal, amit videósként használni tudtok, úgyhogy kezdjünk is bele. És fontos, ezeket az appokat én is rendszeresen használom, szóval csak olyan dolgokat hoztam el, amit én is hasznosítani szoktam, szóval nem lesznek benne ilyen bullshitek, hogy miket tölts le. Ja, kezdjünk bele! Az első app nem más, mint a SunSnare. Ez akkor jön jól, amikor mondjuk szabadtéren forgatsz, vagy egy házban forgatsz, vagy esetleg új helyszínre mész, és érdekel, hogy mikor és hol fog lemenni a nap, vagy éppen felkelni. Van ilyen 3D-s nézet is, ez egyébként nem ingyenes, ez az applikáció, de van sokféle fajtája, ami viszont ingyenesen letölthető. Számomra nagyon hasznos, amikor megyünk valahova forgatni, és akar mondjuk az ügyfél egy naplementés nittet, akkor megnézem, hogy hol megy le a nap, hogyha van mondjuk egy hegy, akkor nyilván ott hamarabb megy le a nap, és tök jól lehet vele előre tervezni, főleg ezzel a 3D-s nézettel. A következő app, ezzel be tudod lőni a fehér egyensúlyt, szintén nem lehet túlmagyarázni ezt az appot, ingyenes, és arra jó, ami a nevében is benne van, szóval ez is kifejezetten hasznos videósoknak, és fotósoknak is. Következő applikáció a Blackmagic Cam. Ez egy videós applikáció. Nyilván, hogyha iPhone-od van, vagy nem tudom, hogy androidos telefonok esetén mi a helyzet, de iPhone-on ott nem nagyon lehet dolgokat beállítani a fő kamera abban, tehát fehér egyensúlyt, azt hiszem a manuál fókusz be lehet, de egy csomó dolgot nem tudsz beállítani, és nyilván, ha kicsit jobban szeretnéd kontrollálni azt, hogy milyen videókat veszel fel a telefonoddal, akkor érdemes egy ilyen appot leszedni, hiszen ez az app segít beállítani és kihasználni teljes mértékben a telefonod kameráját. Ingyenes, nem is értem egyébként, hogy mi a francért ingyenes, de addig örüljünk, amíg ingyenes, és csak ajánlani tudom. Én is szoktam sok esetben használni. A következő a Notion app, amihez egyébként linket találsz a leírásban, ez egy affiliate link, szóval tudsz vele támogatni, hogyha regisztrálsz a linken keresztül. Ez egy jegyzet alkalmazás, én videó ötleteket gyűjtök benne, forgatókönyveket írok, két klikkel meg tudod osztani az ügyféllel, és már is ott van nála az egész forgatókönyv, amit írtam, illetve különböző listákat tudsz csinálni, és mondom, én a videó ötleteimet is itt rendszerezem, szóval számomra nagyon hasznos, és sok ilyen appot kipróbáltam már, Trello, ClickUp, stb. Van is ezekről videóm, szóval, hogyha szeretnél ilyet, akkor mindenképpen nézd meg azokat is, de végül a Notion lett az, ami tényleg bevált, és tényleg könnyű használni, jó használni, nincs túl bonyolítva, mert egy csomó ilyen app túl van bonyolítva, és nyilván ezt is lehet gépen is használni, szóval forgatókönyvet azért nem telefonon szoktam írni, nyilván, de van mobil applikációja is, és PC-s is, szóval mindenhol tudod használni, én teljesen meg vagyok vele elégedve, és az ingyenes verzióval is ki vagyok békülve, szóval nincs az, mint azt hiszem a Craft nevezetű app volt, hogy elkezdtem használni, nagyon jó volt, és akkor egyszer csak így bepofázott az app, hogy hello, fizes! És akkor azt mondtam, hogy oké, akkor keresünk egy másikat, mert annyit nem adott a fizetős verzió. Nyilván szoktam az ilyen dolgokért fizetni, de akkor, hogyha ad valami pluszt is az applikáció a pénzért cserébe, szóval, ja, menjünk tovább a következőre. Ami nem más, mint kicsit ez olyan közhelyes lesz, de egy időjárás előrejelző applikáció, ezt a Weather Channel-t, ha jól tudom, azt szoktam használni, illetve van az UAV Forecast, ami drónosoknak is tök jó, szélerősséget is ír, meg stb. Dolgokat, illetve bármilyen időjárás előrejelző appot nézel, akkor egy nagyon hasznos funkciót kiemelnék, ami nem más, mint a radar. Ez azt hiszem amúgy az időkép abban is benne van. Ez akkor nagyon jó, amikor így nagyon esőre áll, és szabadtéren forgatsz, és tegyük fel olyan, tehát nem csak magadnak mondjuk egy YouTube videót, hanem ott egy ügyfél, és mondjuk van egy olyan szituáció, hogy kéne a klipbe vagy a reklámfilmbe egy drónos snit. És a legtöbb drón tudtommal nem vízálló, szóval esőben nem nagyon tudsz repkedni. Így nyilván, ha kimész egy ilyen helyszín, és nagyon esőre áll, akkor úgy kell időzíteni, hogy nézed a radart, és amikor épp azt látod mondjuk, hogy két eső között épp nem fog esni, tehát lesz egy ilyen kis tiszta időszak, akkor azt a radaron már látod, és egész pontosan megszokta egyébként ezeket jósolni, és akkor gyorsan felröppinted a drónt, megcsinálod a felvételt, lejössz, és a drónod is túlélte, és felvételed is lett. Szóval
mi erre használjuk ilyen forgatásokon, hogy a pillanatnyi radarképet nézegetem én általában, és akkor mondom, hogy mikor lehet drónozni, meg mikor nem, úgyhogy ez egy kifejezetten fontos dolog, de basicnek tűnik, de mégis forgatásokat menthet meg. A következő applikáció a Creators App, ami csak a Sony-soknak lesz jó, de álljunk meg egy pillanatra, szóval, hogy ez az az applikáció, amivel a kamerádat tudod vezérelni, szóval, ha nincs kontrollmonitorod, és nincs kihajtható kijelződ, hogy csekkolgast, hogy éppen, most a kijelzőt nézem, hogy éppen megy-e a felvétel, meg látszódok-e, meg nem merült-e le a non-light itt a háttérben, akkor kell egy ilyen applikáció, és Canonhoz, Nikonhoz, minden kameragyártóhoz kb. Van ilyen. Nyilván minél modernebb a géped, annál nagyobb a valószínűsége, hogy lesz hozzá ilyen applikáció. Szóval, ja, ha nagyon régi géped van, akkor sajnos nem biztos. Úgyhogy ezt is csak javasolni tudom. Elég szarul működik egyébként a Sony is, szóval, hogyha elő a Sony-tól néztek, akkor jó lenne ezen fejleszteni, de összességében tudja azt, amit tudnia kell. A következő, ami szintén az időjárás előrejelző appokhoz hasonlóan olyan basicnek hathat, ez nem más, mint a zene licenszelő szolgáltatásodnak az applikációja. Én Music Bandet használok, ők támogatják a csatornát zeneileg, úgyhogy ezúton is köszönöm, és találtok linket hozzájuk is a leírásban, és nyilván én eddig Spotify-on hallgattam ezeket, szóval van más zene licenszelő is, amit használok, és azt is Spotify-on keresgettem, de tök jó, hogy most már a Music Bandnek is van például jó ideje applikációja, és ott is két klikkel el tudod mentegetni. Tök jó, én mindig azt csinálom, hogy amikor van épp egy kis idő, mit tudom én, lemegyek sétálni, akkor szépen előveszem az újdonságokat, és akkor ilyen lejátszási listánkba rendezem, hogy ez mit tudom, YouTube videó háttérzene, ez egy esküvői videóhoz jó lesz, ez egy reklámhoz jó lesz, ez szimplán mondjuk nekem egy szomorú zene, vagy vidám zene, szóval, hogy így tudod előre ilyen könyvtárakba rendezni, és én ezt nagyon gyakran alkalmazom, amúgy is nagyon szeretem az ottani zenéket, mert full profik, és amúgy is időt spórolsz ezzel, hogy már van előre egy kis könyvtárod, és tudod, hogy amikor kell egy nagyon cinematic zene, akkor hova kell nyúlni, és hol találod, szóval ezzel megkönnyíted lényegében a saját munkád. A következő pedig a különböző lámpák, stb. Applikációja, van például a Roninnak, a kis Osmónak, a Nonlightnak, meg egy csomó minden másnak is saját applikációja. Hogyha veszel egy ilyen terméket, mit tudom én, egy Ronin stabilizátort, akkor lesz hozzá egy app, és azzal könnyedén tudod mondjuk kalibrálni, meg ilyesmi. Szóval nagyon hasznosak ezek is, tényleg, hogyha veszel ilyet, akkor mindenképp töltsd le az applikációt, mert veszteni nem veszthetsz vele, max foglalja egy picit a helyet, ha nem használod. Szóval a következő az a Stories nevű applikáció. Nyilván itt vagyunk a YouTube-on, és azért valljuk be őszintén, meg szoktuk osztani a YouTube videóinkat mondjuk Insta Story-ba és egyéb helyeken. Erre nagyon szuper ez az applikáció, bemásolod a linket, rámész arra, hogy megosztanád, kiválasztod, hogy, és már repül is a kép. Én nagyon szeretem, mert nagyon letisztult, kicsit azért bonyolultabb, mint lőni egy screenshotot és kiposztolni, de szerintem sokkal szebb és igényesebb ilyen formában, úgyhogy ez is röviden ennyi. Erre jó az app, csak ajánlani tudom. A következő a DezCam, ezzel különböző ilyen vintage fényképező gépeket és kamerákat tudsz használni, ez is szintén hasznos lehet különböző projektekbe, annyi, hogy a nagy része fizetős, szóval ilyen appon belüli vásárlással tudod csak megszerezni. Érdekességnek jó, és egyébként sok hasonló ilyen applikáció van, amik tudják ezeket a dolgokat, szóval lehet, hogy még ennél ingyenesebbet is találsz, én ezt találtam, úgyhogy ezt tudom javasolni, de ha érdekel még több ilyen, akkor mindenképp nézz szét az App Store-ba, mert biztos, hogy fogsz találni számtalan ilyen appot. És az utolsót a végére hagytam, ez a plusz egy, mert ez inkább fotós és nem videós. Nyilván a visszatérve az iPhone és a többi telefon kamerájára, a legtöbb kamera ugye így korlátozva van, és nem tudod maximálisan kihasználni, és ez az iPhone-nál is ugye így van, ahogy említettem. A Lightroom pedig, hogyha van Adobe előfizetésed, akkor egy tökéletes program, amivel tudsz RAW-ba fotózni, én főleg erre használom, mert
Nyilván az iPhone kép azért nem olyan jó, de ha róba fotózol, egy hajszállal jobb lesz, és sokkal jobb szerkezgetni is, úgyhogy nagyjából ennyi a lista. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha neked van bármilyen applikációd, amit használsz, és hasznos lehet a többieknek a videózás és fotózás szempontjából, akkor mindenképp ne tartsd magadba, segíts a többieknek, és jöhet a komment szekcióba. Én Szabó Viktor vagyok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, ciao!